Átadták a profi futópályát Esztergomban, egy több száz méteres ruganyos burkolatú rekordtán futópálya várja ezen túl a sportolókat. Drogdíler párt fogtak el Pilis Csabán, a rendőrök több kilogramm droggyanús növényi származékot és 87 millió forint készpénzt is lefoglaltak a párnál. A láthatóságért akciózott a rendőrség, a közlekedőket lepték meg ajándékokkal a megyei rendőrök. Üdvözlöm Önöket, a Régió Televízió Esztergom hír összefoglalóját látják. Semmilyen védelmi intézkedés nem óv meg a fertőzéstől, csak az oltás, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában november 5-én. A kormányfő azt mondta, a delta variáns gyorsabban terjed és súlyosabb megbetegedést okoz. Az oltottak nincsenek veszélyben, az oltatlanok életveszélyben vannak. Aki nincs beoltva, annak nem csak arra kell számítania, hogy megtalálja a vírus, hanem arra is, hogy súlyos állapotba fog kerülni, nagy valószínűséggel kórházba, hangsúlyozta a miniszterelnök, aki mindenkit arra kér, oltassa be magát. Orbán Viktor kiemelte, hogy amíg mindenki nincs beoltva, ez a vírus újra fertőzni fog. A beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg, az oltatlanok kockázata 10-szer nagyobb. A baloldal világosan fogalmazott, ha ők nyernek, piaci szintre emelik az áram és a gázárát. Ezt már a rezsicsökkentés kapcsán jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, a baloldal álláspontja világos. Ha a piacon nőnek az árak, az emberek is fizessenek többet. A nemzeti kormány a családok, a nyugdíjasok érdekében rögzítette az árakat a háztartások számára. Hiába nőtt az elmúlt néhány hónapban kétszeresére, háromszorosára az áram és a gázára Európában, Magyarországon a háztartásokban nem megy föl a rezsi. Amíg a nemzeti kormány irányítja az országot, ez így lesz, hangsúlyozta a miniszterelnök. Szigorítanak a hivatalok. Esztergomban az emelkedő járványügyi adatok miatt újra bevezetik a városházán a maszk használatát és a kézfertőtlenítést is. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a testületi és bizottsági üléseken, valamint az 5 fő feletti létszámú értekezleteken, tárgyalásokon is kötelező a védőfelszerelés használata. Szigorított a Komárom-Esztergom megyei kereskedelmi és iparkamara esztergomi és tatabányai irodája is. A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az ügyfeleknek és a dolgozóknak is kötelező a maszk használata. A hivatalos közleményben azt írják, az ügyfeleknek dokumentumok és iratok átadása előtt kötelező kézfertőtlenítőt használni, mely minden ügyintézőnél megtalálható. Minden irodába egy érdeklődő mehet fel egyszerre, ha van várakozó, azoknak az épület előtt kell tartózkodni. Átadták Esztergomon a profi futópályát Szentgyörgymezőn november 5-én pénteken. Az úgynevezett rekordtámpálya több száz méteres. Különlegessége, hogy a ruganyos, speciális burkolat kíméli a sportolók ízületeit, és nem csak komfortos, de a szakemberek szerint biztonságosabb is, mint az aszfalt. Az átadón 4 iskola diákjai ki is próbálhatták a különleges pályát, ugyanis egy futóversenyen tették próbára fittségüket és gyorsaságukat. Már az ünnepélyes átadó előtt készültek a futóversenyre ezek az esztergomi diákok. Ők voltak az elsők, akik kipróbálhatták a különleges vörös burkolatú ruganyos pályát. Kürcóra indultak a csapatok. A diákok egy közel 2 kilométeres távon tehették próbára fittségüket. Mindig nagy öröm egy olyan sportlétepsít, mint hogy egy olyan beruházást átadni, ami a gyerekek, iskolások és a felnőttek rendszeres mozgását és sportolását szolgálja, és segítik az egészséges életmódnak tehát az egészséges életmódot elősegítik. Esztergomban egy-egy hétvégén több százan futnak a Dunapart mentén a bicikliúton. A speciális burkolat nem csak komfortos, de biztonságosabb is egy átlagos aszfaltnál. Tehát sokkal egészségesebb és sokkal jobban kíméli az ízületeket. Pár fiatal korban ez még nem tűnik föl mindenkinek, de ezt később aztán megtanuljuk megbecsülni. Esztergomban nagy hagyománya van a futásnak. A profi pályát éppen ezért sokan várták már. Tudom, hogy várták, és polgármesterként öröm számomra, hogy nem csak egy megvalósult ígéretünk teljesült ezzel, hanem egy az egészséges életmódhoz szükséges létesítményt sikerült közösen létrehozni. A futópályát nem csak az amatőr, de a profi versenyzők is használhatják majd. Nagyon örülök, és nagyon vártam már, hogy legyen egy ilyen pályánk, mert hát nagyon jó dolog, főleg azoknak, akiknek nincsen olyan csúcscipőjük, mint például nekem, azoknak nagyon fontos, hogy az ízületeik védelme miatt ez a futópálya. A fél kilométeres pályaszakaszban vannak szintkülönbségek is, így akár a gyakorlott futók is találhatnak benne kihívásokat.
rendkívüli testületi ülést tartott Esztergom város képviselőtestülete november 4-én a Városháza nagy termében. Az ülés elején a képviselők egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a Nemzeti Gyásznapról. A városatyák döntöttek a Táncsics Mihály utca 6-os szám alatti társasház új alapító okiratáról és SMS-éről, amelyek érintik az itt található szállodát és a teremgarázsokat is. Döntött a testület a Turinform.hu üzemeltetéséről, valamint az egyik nemzetközi gyors étteremlánc új esztergomi üzletnyitása kapcsán hozzájárult a település rendezési szerződés megkötéséhez. Zárt tárgyaláson tárgyaltak a képviselők arról a helyettesítésről, amely a 2. számú felnőtt házi orvosi körzetet érinti. Egy 44 éves férfin és 35 éves élettársán ütöttek rajta a budaörsi nyomozók és a Pest megyei felderítők november 2-án Pilis Csabán. K. Péter és Z. Virág a rendőrség információi szerint kábítószerrel kereskedett a településen és környékén, írja polisz.hu. A nyomozók hónapokon át készültek az akcióra, majd minden a párhoz köthető helyszínen kutatást végeztek, és így digitális mérlegeket, kábítószergyanús anyaggal szennyezett turmixgépet, mobiltelefonokat, csomagolva és kiporció egyaránt mintegy 7 kg kábítószergyanús növényi származékot, közel 300 különböző mintával nyomott kábítószergyanús tablettát, 24 ezer doboz, illetve 161 darab vágott dohányterméket, valamint több mint 87 millió forint értékben készpénzt találtak és foglaltak le. A hatóság a pár kapcsolat és ügyfélrendszerét is feltérképezte, így két dorogfagyasztót is elfogtak, akiknek pozitív lett a kábítószer gyors tesztje, ellenük kábítószer birtoklás megalapozott gyanúja miatt indult büntető eljárás. K. Péter kihallgatásán a terhére rúlt bűncselekmény elkövetését részben beismerte, a gyanúsítás ellen panasszal nem élt, azonban a kereskedelmi tevékenységről nem nyilatkozott. Társa a cselekmény elkövetését nem ismerte el, és vallomást sem tett. Az azóta letartóztatott 44 éves férfivel és a 35 éves nővel szemben kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a budaörsi rendőrkapitányság vizsgálati osztálya. A lefoglalt dohány termékeket további eljárás lefolytatása érdekében a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársainak adják át kollégáim. Letartóztatásban marad az a férfi, aki 2021. január 1-én ismeretlen okból ököllel egy alkalommal állón ütötte ismerősét egy esztergomi épület szobájában. A sértett emiatt eszméletét vesztette, hanyatt esett, majd néhány nap múlva súlyos koponyasérülés miatt a kórházban elhunyt. A halált okozó testi sértés büntette miatt indult ügyben, a Komárom-Esztergom megyei főügyészség vádiratot nyújtott be és indítványozta a férfi letartóztatásának fenntartását, valamint azt, hogy a tatabányai törvényszék a férfit börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. A megütött férfi hanyatt esett, fejét az ajzatba verte, koponyason törése, keletkezett eszméletét veszítette, a kórházban többször megütötték, ennek ellenére 2021. február 5-én elhunyt. A Komárom-Esztergom megyei főügyészség halált okozó testi sértés büntette miatt nyújtott be vádiratot a tatabányai törvényszékhez. A közlekedésben résztvevők láthatóságát segíti a rendőrség. A Light Friday akció keretében november 5-én pénteken a megye számos pontjára, köztük az egyik esztergomi bevásárlóparkba települtek ki a rendőrök. A forgalmas helyszíneken a közlekedésben résztvevő autósok, motorosok és kerékpárosok juthattak hozzá ingyenesen olyan láthatósági eszközökhöz, amelyek segítik a balesetmentes közlekedést. Tessék, parancsolj! Fényvisszaverő karkötőket, villogó lámpákat, macskaszemet, a láthatóságot javító közlekedésbiztonsági eszközöket osztottak a rendőrök ebben az esztergomi parkolóban. Ez a sötétbe fog világítani neked. Hártó Bence és testvére Bende Gúz rendszeresen közlekedik két keréken. A fiúk készségesen mutatták be tudásukat a rendőröknek is, akikkel közös fotót is készítettek. Ügyesek vagytok! Szuper, köszönjük szépen! A fiúk édesanyja jól tudja, mennyire fontos a láthatóság az utakon közlekedőknek. Mindig van a gyerekeknek a bicikliükön lámpa, illetve fényvisszaverő csíkokat is szoktunk adni a gyerkőcökre, mert kint lakunk Szamárhegyen, ott a helyi adottságokat kihasználva nagyon sokszor megyünk biciklizni a bicikliútra, és ugye a főúton át kell mennünk. A rendőrség október közepétől december közepéig tartó látni és látszani akció keretében hívja fel a figyelmet a megváltozott látási és útviszonyokra. Nagyon fontos a láthatóság, illetve maga a látás, és ennek keretén belül töltünk ki a járművezetőkkel egy ilyen reprezentatív tesztet, ahol a járműveknek a világító jelzőberendezéseinek a szabályos használatát mérjük fel.
erre hívjuk fel a figyelmet. Ez a Light Friday akció már a harmadik, amikor a rendőrség a közlekedés biztonságának növelése jegyében a kijelölt átvevőpontokon ingyen juttat láthatósági felszereléseket az utakon közlekedőknek. Magyarországon rajtól a jövő évi 105. Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny tette közé az MTI november 3-án. A kerékpáros világ elitjének legjobb klubjai és versenyzői, köztük Walter Attila Budapestről rajtolnak május 6-án. A körverseny első napján a részhajrák alkalmával a bringások begördülnek Székesfehérvárra és Esztergomba is. A mezőny a nap végén Visegrádon ér célba. A kerékpársport régiónkban élő szerelmesei tehát bekapcsolódhatnak a világ egyik legnagyobb kerékpárversenyébe. Magyarország eredetileg tavaly lett volna házigazdája a Giro-nak, ám akkor a koronavírus járvány miatt a viadalt őszre halasztották, és teljes egészében Olaszországban rendezték meg. Hazánkat korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette, írta a Magyar Távirati Iroda. Első alkalommal rendeznek Esztergomban ünnepváró vásári forgatagot a helyi Kisduna sétány Mindszenty tér József Attila tér közötti szakaszán november 27-e és december 24-e között, írja a város hivatalos oldala. Kulturális, családi és gyerekprogramokkal készülnek erre a 4 hétre. A szervezők a magyar értékek fontosságát szeretnék megmutatni a látogatóknak. Ezért most felhívást intéztek olyan kistermelők, vendéglátók, szolgáltatók és kereskedők számára, akik partnerek lennének ennek a különleges hangulatnak a megvalósításában. A jelentkezők 8 négyzetméteres, zárható, osztott pultos faházban mutathatják be termékeiket. Az árusok és vendéglátók az esztergom.hu oldalon találhatják meg a regisztrációs űrlapot, valamint a csatlakozás pontos feltételeit. Friss hírjeink ellen legközelebb hétfőn jelentkezünk. Addig is a gondolják, látogassák meg a honlapunkat, illetve keressenek minket közösségi oldalunkon további információkért. Maradjanak az RTVM során, további kellemes napot kívánok önöknek, viszontlátásra!